rejtélyes gyermek. Kezdetben Hórusz, a fény karvajfejű istene, és Szét, a pusztítás gorosz istene harcoltak Egyiptomért. Az istenek tanácsa döntött. Szétet száműzték, és Hórusz lett Egyiptom első fáraója. 2000 éven át fáraó fáraót követett, de Szét bosszút forralt. És Ombosz baljós fekete piramisának mélyén foggyülejtette Hórust egy varázserejű szarkofágban. És ettől kezdve Egyiptom védőisten nélkül Szét és szolgája Aker kezébe került. Ezért az istenek Papirust, egy ifjú halászt választottak ki, hogy találja meg Ombosz titkos bejáratát, szabadítsa ki Hórusz istent, és állítsa helyre a békét Egyiptomban. Meghalt Amenhotep, a nagyszerű királyi építész. Pompázatos temetési szertartása után földi maradványait a királyok völgyének egyik sírhelyében helyezték örök nyugalomra. Amenhotep lelke hamarosan felszáll Osiris birodalmába, hogy ott megkezdje második életét. Fia Hapu, a szent gyermek, aki nehezen tudja kifejezni gondolatait, árván maradt. Gyere, Hapu! Hapu most egyedül maradt. Ó, nem! A barátunk vagy, mi itt vagyunk neked. Hapu tudja, és köszöni nektek. De Hapu apát akarja. Hapu, ne! Gyere vissza! Semmi baj, tudod, hogy Hapu úgy úszik, mint egy hal. Magányra van szüksége, az apja olyan hirtelen távozott. Igen, hirtelen történt. Amenhotep teljesen egészséges volt, bár minden figyelmét lekötötte Ámon új templomának felépítése. Valami baj van, Teti. A templomot a fáraó Opet nagy ünnepének napjára szánta, hogy így tisztelegjünk Ámon isten előtt. És mi lesz, ha a templom nem készül el időre? Egyiptom népe azt fogja gondolni, hogy a fáraó nem tartja be az ígéreteit. És Ámon, Théba istene dühös lesz. De most apám és Rátofer az északi tartományokba látogattak, bár csak itt lennének. Azad, tudod, mi a feladatod? Menj hát! Hajts végre Szét az előhatalmas istenének akaratát! Sújtson le rájuk Ámon haragja, hogy egész Egyiptom kegyelemért könyörögjön! Hatalmas hercegnő, kérlek, lép le! Segítsek! A hatalmas hercegnő képes a saját lábán járni. Nem itt túlzásba, Papirusz! Túl sok, nem elég. A lányok sohasem elégedettek. Alig várom, hogy találkozhassak Imhóteppel. Neki is tisztelettel tartozott, tudod? Ő az új királyi építész. Ő veszi át Ámon új templomának építését. Végül valóra vált az álma, de biztos, hogy semmit sem változott. Nem mindenki hallgat kizárólag az eszére. Üdvözöllek, ó nagy építész! Jó öreg Imhotep, örülök, hogy újra látlak. Meg kell ünnepelnünk az előléptetésedet. Sajnálom, Papirusz, nem ez a legjobb alkalom az ünneplésre. Fel kell építenem a templomot. Gúr, hadd nézzem azokat a terveket. Hé, várj egy percet! Üdvözöllek, Imhotep! Üdvözöllek, Teti hercegnő. Engedd meg, hogy bemutassam Gúrt, a segédemet. Azelőtt Amenhotep segéde volt. Életerő, egészség, ó kettős királyság urának lánya. Szívesen maradnék még Teti hercegnő, de hív a kötelesség. Megértem, Imhotep. Menjünk, Papirusz, gyere! Meg akarom mutatni neked Ámon első templomát. Ez kicsit sok egy napra. Üdvözöllek a hatalmas Isten szent templomában, hercegnő. Kérlek, légy óvatos, mert egy titokzatos alak ólálkodott e falak között tegnap éjjel, és még nem sikerült elfognunk. Köszönöm, Hóremkáv, Ámon főpapja. Aj! Talán nem tudod, hogy szolgák nem léphetnek be a templomunkba? Szolgák?
Hallod ezt, Teti? Egyszerű szolgád nem kísérhet be. Ó, Papirusz a királyi kísérethez tartozik. Jól van, de figyelmeztetlek, hogy a szentélybe csak a hercegnő léphet be. Nem tetszik nekem ez a hóremkáf. Túl érzékeny vagy, Papirusz. Gyere, nézzük meg Kárnak legszebb épületét. Az Ámon tiszteletére épített hatalmas oszlopcsarnokban vagyunk. Mit gondolsz? Papirusz, figyelsz te rám? Csalódtam Imhotepben, pedig testvéremként szerettem őt. Jaj, ne rágódj már ezen, Papirusz. Új kötelességei nagy felelősséget rónak rá. Ez a magyarázat. Igen, és én megmentettem a fáraót, Egyiptomot, istenekkel, démonokkal küzdök, sőt, egy hercegnő rigójáit is el kell viselnem. Nekem nincsenek kötelességeim, mi? Teti, érzek valamit. Füstszagot. Igazad van, Papirusz. Hé, várj meg! Ízisre, honnan került ide ez a pergamentekercs? Mi történt? Kigyulladt a könyvtár. Minden iratunk elég. Ez katasztrófa. Van oda benn valaki? Nem hiszem. Segítség! Segítség! Egek, ez Imhotep. Imhotep a könyvtárban van. Bemegyek. Gyerünk! Siess! Siess, Imhotep! Papirusz! Imhotep! Segítenünk kell neki! Nem, hercegnő! Mi már semmit sem tehetünk. Vize! Megmentetted az életemet, pedig én durván bántam veled. Bocsáss meg, Papirusz. Felejtsd el, barátom. Lehet, hogy alkalmatlan vagyok erre a munkára. Már a kezdetektől fogva rengeteg baleset történt itt. És most elégtek a feljegyzések is. Ha már a feljegyzéseket említed, mi ez? A templomban találtam. Tótra! Ez az épülő templom terve. Ezt akartam megmenteni, amikor berohantam az égő házba. Az istenek velünk vannak. Nézd, Imhotep! Mégis sikerült megmenteni a templom tervét. Mit beszélsz? Egy másik terv? Teljesen egyformák. Ugyanaz a keltezés, és mindkettő rajta van a fáraó pecsétje. Egy különbséget azért mégis látok. Nézzétek, ide azt írták, hogy a köveket a régi Karnaki emlékműből kell áthozni. Eszerint pedig a köveket a Níluson kell ide szállítani Egyiptom déli részéről. Az egyik nyilvánvalóan hamis. Na de melyik? Amenhotep gyakran beszélt a déli kőfejtőkről. De azok nagyon messze vannak, így a templom nem készülhet el Ámon ünnepére. Ám ha elpusztítunk egy ősrégi templomot a fáraó akarata ellenére, magunkra vonhatjuk az istenek haragját. Halaszthatatlan államügyek visszaszólítanak a palotába. Mivel apám és Ratofer nincsenek itt, beszélnem kell Nesimontu nagyvezérrel. Papirusz, téged nevezlek ki helyettesemmé. Te leszel a szemem és a fülem itt Karnakban. Úgy engedelmeskednek neked, mint a fáraó lányának. Hórusra, micsoda megtiszteltetés, egy szóval itt hagysz egyedül. A helyettesen vagy, Papirusz, ne feledd. És légy tisztelettudó. Én mondom, Ámon főpapja, ez a nagy szájú kölyök az istereket gyalázza. Csak azután akartam szóvá tenni a gyanomot, hogy az apád már hazatért. De figyelmeztetésnek veszem, amit mondtál. Mire gyanakszol, nagyvezér? Jó okomba feltételezni, hogy Amenhotepet megmérgezték, Teti hercegnő. Szerintem összeesküvés történt, hogy megakadályozzák Ámon új templomának felépítését. Amenhotepet megmérgezték? Összeesküvés? Akkor sürgősen üzennünk kell apámnak. Kiadom a parancsot, de sajnos a fáraó nagyon messze járt Tébától. Nem tudok elaludni. Én sem. Azok a tervek járnak a fejemben. Gyere, szívjunk egy kis friss levegőt. Jó ötlet, az majd megnyugtat. Valami más is aggaszt. Majdnem biztos vagyok benne, hogy az a tűz nem véletlen baleset volt.
Úgy érted, hogy... De akkor ki? Valami démon? Ugyan már, Imhotep, túl sokat dolgozom. Nem, Papirus. Már a kezdetektől biztos, hogy valaki vagy valami akadályozza a munkánkat. Ha? Hé, ti ketten! Mit csináltok? Kapjuk el őket! Megvertelen vagy! Nincs szerencséd! Játszani akarsz? Hát jó! Majd máskor! Még nem végeztem veled! Gyorsan, Imhotep! El kell kapnunk őket! Egy kötek papírus tekercs volt náluk! Nem tudom, ki tette, de még nagyon megbánja. Várjunk csak, a tekercsek. Hol vannak a tekercsek? Ez varázslat. A kísértet! Hapu, hogy kerülsz ide? Hapunak oda kell adnia, amit kerestek. Horusra! Ezt hogy csináltad? Hapu! Hapu! Hé, ez Hapu volt? Igen, ő volt az a rejtélyes alak a templomban. Tessék, ezek a tekercsek biztos érdekelnek. Hapu találta őket. Agyalágyultak! Épp eleget fizettem nektek! Ha Imhotep megkaparintja azokat a tekercseket... Ha nincs ott a lény, sikerült volna, uram. Olyan fürge, mint egy majom. Ki lehet az? És mi történt utána? Úgy is kiderítem. De addig is csapdába ejtjük Imhotepet, és ezúttal nincs menekvés. Mi ez? Az istenekre? Szentségtörés! Gyalázatos szentségtörés! Mi történt, Horemkaf? A templom! A titkos szentély! Az Isten szobra! Mindent meggyaláztak! Ó, Ámon! Téba legerősebb istene, bocsáss meg ezt a gyalázatot! Bocsáss meg Egyiptom! Oda néz! Úgy tűnik! Kétség sem fér hozzá, ez Imhotep pecsétje. Akkor bizonyára ő volt a... Hogyan? Imhotep? Már régóta gyanakszom rá. Észrevetted, hogy mindenütt baleset történt, ahol ő megfordult? Jó öreg Hapu. Ezeket a tekercseket Amenhotep írta, és tartalmazzák az alapanyagokra vonatkozó utasításokat. Végül mégis megtudjuk, hogy melyik templomterv volt hamis. Imhotep, a legkomolyabb vád merült fel ellened. Bizonyítékunk van rá, hogy te gyaláztad meg Amont. Meggyaláztam Amont? Én? Egy pillanat, Horemkaf! Mutasd a bizonyítékot! Ne felejtsd el, hogy most én képviselem Teti hercegnőt. Ugye nem mondanál ellent a fáraó leányának? Rendben van, kövessetek. A saját szemeddel láthatod. Nem értem, ez valami vicc. Semmi szentségtörésre utaló jelet nem látok. Na és te? Hiszen ez lehetetlen. Őrök! Járt itt valaki a távozásom óta? Nem, biztosíthatlak. Akkor azt hiszem, az ügyet lezárhatjuk. Szabad vagy, Imhotep, de az alaptalan vádaskodás megengedhetetlen egy ilyen ügyben. Erről a hercegnő is értesülni fog. De valóban láttam. A saját szememmel láttam. Papirus! Imhotep! Benneteket kereslek! Teti, mi hírt hoztál? Rosszat! Nesimontu szerint Amenhotepet megmérgezték, és összeesküvés készül a fáraó ellen. Amenhotepet megmérgezték? Talán ellened is épp erre készülnek, Imhotep. Ébernek kell lennünk. Te is láttad, Horemkaf, és én is. Előbb vagy utóbb leleplezzük Imhotepet, és megkapja a büntetést, amit megérdemel. És nyilvánvaló, hogy akkor a fáraó egy új építészt fog kinevezni. Ez vitathatatlan, Gúr. Számíthatsz a támogatásomra. Túlbecsülsz, főpap. Nem. De bízom a bölcsességedben, ó, főpap. Amenhotep rendelkezései nyilvánvalóak, az ősi templom köveit kell felhasználnunk. Így hamarabb be tudjuk fejezni az építkezést. Feltéve, ha nem lesz több baleset. Gúr hívott téged, Imhotep. Mit akar? Elnézést, mindjárt visszajövök.
Légy óvatos, Imhotep! Az összeesküvésről mit gondolsz? Semmi biztosat, de Hapu. Igen, Hapu tudhatja. Hapu? Igen, Hapu. Ő volt a titokzatos besúranó a templomban. Meg kell tudnunk, hol rejtőzködik. Itt van! Hapu! Ezt add vissza Imhotepnek. Ez Imhotep pecsétje. Hapu, mit tudsz? Ki mérgezte meg az apádat? Ki az áruló? Egyiptom veszélyben van. Az apám, Amenhotep, azt mondta, a templomot gyorsan be kell fejezni. Amenhotep, ezt mikor mondta neked? Amenhotep figyel. Amenhotep beszél. Hallgatnunk kell rá. Rendben, Hapu. De pontosan mit mondott Amenhotep? Imhotep veszélyben van. Gúr, és amint látom, az egyik rabló. És Imhotep, Horuszra, elrabolják egy kocsit. Kocsit kell szereznünk, Teti, de hallgass ki Gúrt, sok mesélni valója lesz számunkra. Ó, igen. Gúr, hol van Imhotep? Ó, bocsáss meg nekem, kettős királyság urának lánya. Felhasználtak, hogy törbe csalhassák szegény Imhotepet. Ártatlan vagyok, esküszöm, bár csak tudnék bánni a karddal. Más kard nélkül is be tudja bizonyítani bátorságát. Ha-ha! Hamarosan Amon Théba uralkodó istene, haragod lesújt Egyiptomra. Ó, szét, közeleg győzelmed! Itt is vagyunk, Imhotep. Micsoda forróság! Kíváncsi vagyok, ki bírod-e éjszakáig? Az istenek megbüntetnek a kegyetlenségedért. Kegyetlenség? Hát vized a sajnos nincs, de tessék! Itt a mankod! Légy átkozott! Már órák óta nyomuk veszett, mintha tűt keresnék egy szénakazalban. Ó, barátom ott fönn, bárcsak kölcsön adnád nekem a szárnyaidat. Köszönöm, barátom. A nap már magasan jár, és még mindig semmi hír Papyrusról és Imhotepről. Pedig őrjáratot is küldtem utánuk. Bocsáss meg, hercegnő, de Amenhotep halála, Imhotep és a barátod eltűnése, meg annyi rossz előjel. Talán okosabb lenne leállítani az új templom építését. Na de Gúr! Hogy merészeled megsérteni a hatalmas Ámon Istent? Nyugalom, főpap! Őrizzük meg nyugalmunkat! Ami téged illet, Gúr, a gyávaságod elképeszt. Túl könnyen feladod. Ó, szét! Hamarosan felszabadulnak erőid! Szégyellem magam a szavaimért, Teti hercegnő, de ha szükséged van valakire, Imhotep helyére készen áll. Ézisztre! Mindig túl korán szólt, Gúr. Imhotep helye egyelőre még nem szabad. Nincs több ármánykodás, Gúr. Meg akartál szabadulni tőlem, és te vagy, aki akadályozza a templom építését. Én? Imhotepnek láza van, hercegnő. Nincs eszénél. Nem, Gúr. Imhotepnek semmi baja. Valóban te vagy a bűnös. Te gyilkoltál meg engem. A nagy rabágyásod nem ismert határokat, és most szép gonosz erői a hatalmukba kerítettek téged. Magyarázatot várok, Gúr. Igen, harcolni fogok szép diadaláért, és elpusztítlak benneteket a nevében. Menna, Hori! Itt a templom kísértete. Akkor kapjátok el! Ő lesz az első áldozat szép oltárán. A lépcsőhöz, odafent elkapjuk. A gyávák! Nem engedem, hogy elkapják! Ó, szét! Égető sivatagi szelek, ura! Válaszolj hívásomra, és engedd szabadjára erőt! Nem! Ambosz, ura! Sújts le ráj! Azt hiszem, már találkoztunk, nem volt elég? Ne feled, senki sem nyerhet örökké! Úgy tűnik, ez nem a te napod, barátom. Csak ne bízz benne! Vigyázz!
Amirus mögötted! Gyorsan, Ted, a tetőre! Meg kell mentenünk Hapot! Gúr, ne! Ó, szép! Mutasd meg hatalmadat! Szelet! Sújts le rájuk! Hapu! Hapu, életben vagy! Amenhotep lelke megmentette a fiát. Ah! Készülj, gúr! Nincs esélyed szét varázslatával szemben. Akkor próbáld ki az én varázserőmet! Amonnak, az éltető levegő urának aljasárglója! Magához tért. Köszönöm, barátaim. Hála nektek, szét gonosz mesterkedései kudarcot vallottak. Én, Amenhotep, végre nyugodtan visszatérhetek a halottak királyságába. Ég veled, apám. Biztosíthatlak, kettős királyság ura, a templom elkészül Amon nagy ünnepének napjára. Biztos voltam benne, hogy méltó vagy a bizalmamra, Imhotep. Ami engem illet, bocsánatodat kérem, Imhotep, miként a barátodét, Papiruszét is. Engem, ha már itt tartunk, hol az istenek választottja? Nos, a rejtélyes gyermekkel van. A rejtélyes gyermekkel? Hapu reméli, hogy apja most már boldog. Egy biztos, hogy nagyon büszke a fiára, Hapu. Magyar hangok. Simonyi Balázs, Roatis Andrea, Pap János, Horkai János, Zsigmond Tamara. Magyar szöveg Fekete Zoltán, hangmérnök Hídvégi Csaba, vágó Szalkai Péter, rendezőasszisztens Albecker Gabriella, gyártásvezető Szegedi Anita, szinkronrendező Gyarmati Gergely, producer Kovács Zsolt. A szinkront az MRTL megbízásából a Synchron Systems készítette.